Jó reggelt kívánok 2021. április 9-én, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, elérkeztünk ennek a hétnek az utolsó munkanapjához. Köszönjük, hogy egész héten velünk voltál. Köszönjük neked a húspéti örömöt, és azt, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadása a mi életünkben, hitünkben is valósággá lehet, és hogy ebbe belekapaszkodhatunk, naponta erőt meríthetünk belőle, hogy tudjuk, hogy van tovább út, hogy nem annyi az élet, mint amit itt ezen a földön látunk. Kérünk, hogy ha kedves te előtted, akkor te szólíts meg minket ma is a te igéd által, attól azt megértsük, és meg is tudjuk cselekedni, egész nap elkísérjen bennünket, addurunk, hogy tudjunk jó döntéseket hozni. Így kérünk, hallgass meg könyörgésünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, a János írása szerint való evangélium 21. részéből, a 20. verstől a 25. verssel bezárólag a következőképpen. Péter ekkor megfordult és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged, őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól. Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá. Ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát a testvérek között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg, pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt, ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád. Ez a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, véget ér ezzel a János evangéliuma. Nekem a kedvenc evangéliumom, azt gondolom, ezért egy kicsit sajnálom, hogy véget ér a János evangéliuma, viszont ennek is eljön az ideje, előbb vagy utóbb minden véget ér, kivéve az Istennek a szeretetét és az ő igéjét. Azt is mondhatnánk, itt a vége, fuss el véle. A mesék szoktak így záródni, de a meséknek a tartalma az nem valóság, míg az evangéliumnak a tartalma az valóság. A Szentírás nem mese, nem mesekönyv. Nincsenek bibliai mesék, csak történetek vannak, amelyek valóban megtörténtek. Ezt írja le János apostol is. És azért lehet azt mondani, hogy itt a vége, fuss el véle, mert hogy tovább vihetjük a jó hírt, az evangéliumot. Talán futnunk nem kell, de Krisztus után menni, őt követni, azt viszont kell. Azért nem érdemes futni, nehogy gyorsabban szaladjunk, mint az Úr Jézus Krisztus, és leelőzzük vagy beelőzzük őt, mert annak általában nem szokott jó vége lenni, amikor leelőzöm az Urat. Azt mondja itt ez az ige szakasz, döbbenetes dolog, leroppant tanulságos. Mi közöd a másik emberhez? Te kövess engem. Olyan sokszor szeretnénk a másik ember életébe belelátni, belebájkálni egy kicsit. Mit miért tett, mi lett volna, ha? Azonban Jézus nem ezt teszi. Ő azt mondja, hogy mindenki a saját maga dolgával, a saját maga lelkével foglalkozzon, és ne a másikéval elsőrenden. Azt mondja, hogy te kövess engem. Mit jelent őt követni? Az a szó, amelyik itt szerepel a görögben, az ösvény szóból származik. Mintha azt mondaná, hogy ösvényezni valakivel. Egy ösvényen járni. Így nem értjük, hogy ösvényezni. De ha azt mondom, hogy egy úton járni és utazni, együtt utazni valakivel, ez már egy jól ismert szó a számunkra. Valóban egy ösvényen, egy úton kellene járnunk az Úr Jézus Krisztussal. Ahogy az egyik ének mondja, Jézussal járok utamon, megfogva a kezét. Vagy ahogy a gyülekezeti énekeskönyvben énekeljük, csak vándorút az életem, míg majd hazámba megérkezem. Egy ösvényen járni valakivel. Ezt jelenti őt követni. Te egy ösvényen jársz-e az Úr Jézus Krisztussal?
Azt gondolom, az ember életében alapvetően háromféle út létezik. Az első, amikor a saját utamat járom. Én majd tudom, hogy merre kell menni. A másik, amikor valakinek az útját kezdem el követni. Valaki mást veszek mintául, és olyan akarok lenni, mint ő. A harmadik pedig, hogyha ez jól valósul meg, hogy Jézus Krisztust veszem mintául. Ővele akarok egy úton járni, és olyan akarok lenni, mint ő. Te milyen úton jársz, kedves testvérem? Azt olvassuk a Szentírásban, hogy sok út van, amely egyenesnek látszik, a vége mégis a kárhozatba visz. Az Úr Jézus adott egy példát a széles útról és a keskeny útról. A széles út, amely a kárhozatba visz, és a keskeny út, amely a mennyek országába visz. Nem azért, mert én járok rajta, hanem mert kegyelemből megtalálhatom, és együtt mehetek Jézus Krisztussal. Krisztus követni azt jelenti, úgy teszek, ahogy ő tett, úgy gondolkodom, ahogy ő gondolkodott. Vajon jó követője vagyok-e már? Én, és nem a másik ember. Elsőrenden saját magammal kell foglalkoznom. Mert hogy Péter és Jézus, miközben restaurálja Pétert az Úr Jézus Krisztus, helyre állítja, aközben János megy utánuk. És Péter hátra tekint és megkérdezi, uram, hát vele mi lesz? És ezért döbbenetes, hogy Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy mi között hozzá. Semmi között hozzá, amíg a saját magad ügyét nem rendezted. És hogyha majd arra hívlak el, hogy a másikkal is foglalkozz, majd akkor lesz között hozzá, mert igen, azt kell, hogy mondjuk Káin és Ábel óta, hogy igen, őrizője vagyok az én testvéremnek. Igenis, figyelmeztetem kell, hogyha valamit rosszul csinál. De először a saját lelkemmel kell rendbe jönni. Amikor gimnazista voltam, akkor én is szerettem volna valakivel, valakikkel foglalkozni, akik rosszul csináltak valamit, és mentem megkérdezni a vallás tanáromat, hogy akkor ez most hogy van, és akkor ő velük mi lesz. Mai napig minden egyes alkalommal fülembe cseng, amikor valakinek a dolgaival kezdek el foglalkozni. Azt válaszolta. Az Úr Jézus is azt mondta Péternek Jánosról, mi között hozzá? Te kövess engem. Őszintén vizsgáljam felül ma. Mielőtt valakiről beszélek, vagy valakiről véleményt alkotok. Van közöm hozzá? Mi közöm hozzá? Rendeztem már az Úr Jézussal a dolgaimat, és az ő útján járok. Tegnap sikerült megvalósítani, hogy az Isten szeretetét valaki felé ad tovább. Lehet újra próbálkozni, ha nem sikerült. Lehet saját magamat felülvizsgálni, és megkérdezni, mi közöm hozzá. Én követem már őt. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megköszönjük neked, hogy követhetünk téged, hogy egy úton lehetünk veled. Urunk, ez olykor a kereszt útja, olykor a feltámadás útja. Olykor hozsánnás virágvasárnapi bevonulás, olykor pedig pusztai vándorlás. Add, Urunk, hogy mindkettőt a te kezedből tudjuk elfogadni. Hogy tudjunk jót és rosszat is úgy venni az életünkbe, hogy tudjuk, véletlenek még véletlenül sincsenek. Kérünk, hogy te áld meg ezt a mai napot, hogy tudjunk különbséget tenni a között, hogy kik azok, akik ránk bizattak, és felelősséggel tartozunk értük, és kik azok, akikhez semmi közünk nincs. Add, hogy elsőrenden mi magunk tudjuk rendezni a dolgainkat te veled. Add, hogy tudjunk jó követőid lenni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot, áldott hétvégét mindenkinek!